Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik június 12-én. Ezen a napon a Hold az indiai asztrológia szerint a Magha Holdházban van. Ezelőtt a Holdház felett Regulus csillag uralkodik. Ez egy különleges csillag, hiszen egy királyi csillag, azon kívül Regulus az a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga. Tulajdonképpen az oroszlánnak a szíve. És itt ezen a napon, mivel a hold ebben a holdházban van, ilyen szívügyekről van szó. Ez nem csak a szerelmi dolgokat illeti, hanem mind azt, amit kedvelünk. Én a szívünket mindig egy kincses ládával szoktam összehasonlítani. Ha kinyitod a kincses ládát, nyitott vagy erre a szív nyitásra, akkor ott mindent megtalálsz, amit szeretsz, amit kedvelsz. Ez lehet a párkapcsolat, ezek lehetnek családi kapcsolatok, ez lehet a hobbi, vagy lehet a hivatásod, vagy a természet, vagy az ön szereted. Tehát erről van szó, szerelmi témákról, szívnyitásról. Ezen a napon, június 12-én a Hold egy trigon kapcsolatban van Mars bolygóval, ami kedvező. A holdnál vagy az anyukáról, vagy anyai témákról van szó, vagy amit a hold még jelképez, ezek az érzelmek, vagy az álmok, a vágyak, az elképzelések, és a hold szép kapcsolatban van Mars bolygóval, és ez elsősorban a férfiakra hat ki, hogy a férfiak most nyitottak érzelmekről beszélni. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ott a korbács jelenti a fájdalmakat, vagy fájdalmas emlékeket, vagy vitákat, veszekedéseket, nézeteltéréseket, és mellette a park jelenti a nyilvánosságot. Ez utalhat arra, hogy ő találkozik valakivel, lehet, hogy véletlenül a nyilvánosságon, de ez a kapcsolat kellemetlen, mert itt vannak viták és félreértések. A kártyák azt is jelenthetik, hogy megvan nála ez a vágy, ez az elképzelés, hogy ő megjelenjen a nyilvánosságon, és mások észrevegyék őt, hogy megkapja a dicséretet. De ha nem így van, mert mások átlátnak rajta, vagy nem veszik őt figyelembe, akkor ez fájdalmat okoz számára. Ezek a dolgok foglalkoztatják őt a gondolataiban. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott van a horgony. Ez jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. Ez lehet a ti párkapcsolatotok is. A horgony szimbolizálja gyakran a munkát, a hivatást, lehet, hogy ott is félreértések vannak, és szeretne valamit változtatni ezen. A remény megvan hozzá,
hiszen ott alul a hajó szimbolizálja a reményt. Amit a hajó még jelenthet, ezek az utazások. Lehet, hogy tervez veled egy közös nyaralást, az is lehet, hogy ő messze lakik, és meg akar látogatni téged. Sőt, ez látható jobb oldalon, ahol a kártyák azt mutatják, hogy mit fog tenni, és alul az utak jelenthetik azt, hogy ő már útban van hozzád. Amit az utak még jelenthetnek, ezek a döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ott jobb oldalon látható még a levél, azt is jelentheti, hogy ez a hír útban van hozzád. Vagy jelentheti azt, hogy neki vannak elvárásai, és vár arra, hogy te éri neki. A levél az lehet egy meghívás is, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés, ami szintén útban van hozzád. Mi fűz össze jelenleg benneteket, az középen látható a virágos kártyán. Ez az én saját kártya csomagom. Ebből egy van, úgyhogy nem tudom felajánlani ezt eladásra. Ezt a férjemmel együtt készítettük, a gondolat, meg az, hogy melyik virág mit jelent, ez tőlem van, viszont a képeket, meg a kártyát, azt a férjem készítette. Ez a virág azt jelenti, hogy a szerencse visszatér hozzád. Az lehet az, hogy ő jelentkezik újra nálad, és ez szerencsét hoz, mert boldog vagy velem. Az is lehet, hogy átéltetek valamit a múltban, ami szép volt, és ez a szépség, vagy ez a szerencse újra visszatér hozzád, vagy hozzátok. A külső befolyás az bal oldalon alul látható, ez a kép inkább rá utal. A négyes szám ugyanúgy, mint a horgony, az azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni, hogy itt meglegyenek az alapok. A lehetőség megvan rá, de ő benne van egy szűkös helyzetben. Ez lehet a munkahely, az is lehet, hogy még benne van egy párkapcsolatban, amiből ő szeretne kilépni. Hiszen ez a kártya nem csak a szűkös helyzetre utal, hanem jelenti a változásokat, a szabadság érzetét, hogy ebből a helyzetből ő felszabadul. Ami téged illet, ott jobb oldalon látható a kártya, ami jelenti a napi energiát. A képen ez a hölgy visszahúzódó, otthon van, olvasgat, tanul valamit, ott van az inga a kezében, és az jelenti a spirituális dolgokat, hogy neked most erre van szükséged, hogy otthon maradj, olvasgass, vagy tanulj valamit, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy érdekel téged a spirituális terület. Sőt, az is lehet ez a hivatásod. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy milyen témái vannak neki, vagy miért van ebben a szűkös helyzetben, azt is leírhatod, hogy érdekel-e téged a spirituális terület. Azon kívül örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!